A Bonyhádi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület nem csak Bonyhád város, hanem a környék falvainak német nemzetiségi lakosságát is összefogja. Elhivatott munkájuknak köszönhetően a Bonyhádi Németház nem csak múzeum, hanem élettel teli közösségi tér is. 1990-ben egyesületet alapítottunk. Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület lettünk. Az egyesületnek a mozgató rugója, a motorja, a lelke, a kórus. De vannak szimpatizánsaink, pártoló tagjaink, támogatóink. Nem csak Bonyhádról, hanem a környék településeiről is. Cikóról, Nagyványokról, Bonyhádvarasdról, Kisdorogról, Teverről. A kórus tagjaink is innen a környező településekről jönnek össze. Az egyesületünk finanszírozása a mai napjaink nagyon fontos kérdése. Ezért szeretném elmondani, hogy a Bonyhádi Német Önkormányzat és a Bonyhád Város Önkormányzata pályázat útján támogatja a kórusunkat, az egyesületünket, és így a Német Házat. A kapott összeget nem csak a Német Ház rezsijére fordítjuk, hanem más egyéb tevékenységre is. Ehhez még különféle pályázatokat is nyújtunk be. A pályázatainkat több-kevesebb sikerrel, de általában elég nagy sikerrel hajtjuk végre, melyeknek a segítségével meghívjuk a környék kórusait, tehát itt a házban élet van. Vannak kórus találkozók, jönnek ide a házba gyerekek, tanulócsoportok, kirándulócsoportok, úgyhogy főleg ebben a tavaszi, nyári, őszi időszakban igen forgalmas a Német Ház. Itt lehet kérni tájházlátogatást, vezetést, amit itt megkapnak a gyerekek. Az egész napi tevékenységüket itt tölthetik az udvaron, mindent a rendelkezésükre bocsátunk, sőt segítünk is nekik. Szeretnek jönni, és azért ez az ifjúság szempontjából, akiknek ezeket a hagyományokat szeretnénk átadni, ez nagyon-nagyon fontos. A kórusunk és az egyesületünk életéből szeretnék néhány nevet kiemelni. Az egyik Rittinger Antal neve, ő mind a Német Ház megvásárlásában, renoválásában és a kórusunk, egyesületünk életében nagyon nagy szerepet játszott. Elnök volt, majd nyugdíjba vonulása után tiszteletbeli elnök lett. Jelenlegi egyesületünk elnöke Jenei Józsefné Marika, ő már 6. éve szívvel, lélekkel végzi ezt a tevékenységet. Működésüket, kulturális rendezvényeiket, egyesületi programjaikat pályázati pénzekből finanszírozzák. Az utolsó két pályázati eredményünkből szeretnék megmutatni két dolgot. Az egyik a ruhánk. Pályáztunk új ruhára, és így az egyesületünk egy picit megújult, tehát mi ebben vagyunk most, ebben az új ruhában. A másik eredményünk pedig, szeretném megmutatni, ez a kórusunknak a legújabb CD-je. 20 dal szerepel rajta, 10 egyházi és 10 német népdal. A pályázataink lehetővé teszik azt, hogy minden évben egyszer egy nagyobb kirándulásra menjünk a kórussal. Nagyon sok helyen jártunk már külföldön is, jelenleg Magyarországon keresünk nagyon jó helyeket, általában olyan helyeket, ahol vannak testvérkapcsolataink, testvérkórusok, testvéregyesületek, ahol találkozunk, összejövünk és nagyon-nagyon vidám, jó kis estéket rendezünk. A legutolsó alkalommal Szent Gotthárdon voltunk az Őrségben, Ausztriában is van egy testvérkapcsolatunk, sajnos most jelenleg nem mehettünk oda át, de az Őrségben nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Ezek a kirándulások mindig arra adnak lehetőséget, miután ez egy több napos, tehát az esték, főleg az esték, arra adnak lehetőséget, hogy beszélgessünk egymással, nagyokat nevessünk, mosolyogjunk, megismerjük egymásnak a gondolatait, énekeljünk, táncoljunk, hát és a zene mindenek előtt, ami mindig itt szerepet játszik. Az egyesület fontos szerepet vállal a Bonyhádon és környékén élő magyarországi németek közösség erősítésében, a hagyományok és a nyelv életben tartásában.